Találkozóra gyűltek a felvidékiek a Bonyhádi Műfázban. Gazdag programot bonyolítottak a tavalyi évben, és az idei tervek is arról szólnak, lesz mit tenni a közösség érdekében. Volt tavaly megemlékezés a kitelepítésről, kiállítás nyílt a Tardoskeddi testvérváros segítségével, megszervezték a felvidékiek találkozóját, és regionális kórus találkozót hoztak létre. Szóval zajlott az élet. Velünk hasonló beállítódású kórisokkal tartjuk a kapcsolatot, de ezen kívül a polgármesterrel is természetesen, amikor szükséges, és minket tudnak mozgósítani. Ja, és még Tardoskedden is voltunk tavaly kétszer is, egy kórus jubileumon és a falunapokon. Csak az a kapcsolat él, ahol beszélgetés van, ahol elmondjuk egymásnak a gondokat, bajokat, és akik nem is ismerték egymást, egy idő után barátokként köszöntik egymást, és jó újra találkozni, illetve közösen tervezni, és azokat a terveket megvalósítani. Sajnos azok, akik kitelepültek, annak idején 70 éve történt, épp az idén lesz a kitelepítés zárásának a 70. évfordulója, ugyanis 1947. április 12-én indult az első vagon, és ez a nyugat-szlovákiai részről települtek, aztán a középső rész az a 1948-as év, és 1949. június 5-én jött az utolsó vagon szintén felvidékről. Tartjuk a kapcsolatot éppen azért, mert sajnos a kintiek egyre inkább a kisgyerekek kapcsán nem tanulják a magyar nyelvet. Legalább a szülőkkel, nagyszülőkkel tartjuk a kapcsolatot, és próbáljuk őket ebbe az irányba terelni, hogy ha van magyar iskola, vagy magyar iskolába való járatás, lehetőség, akkor oda menjenek. Megnézzük a politikai eseményeket is, bármennyire is messze vannak tőlünk, de ettől függetlenül oda szoktunk figyelni. Az idei évre a felvidékiek találkozójának a Fehér Laposok című rockopera meghívását tervezik. Ehhez azonban még forrást kell teremteni. Amikor egymás között vagyunk, akkor igyekszünk ezeket a hagyományokat, népszokásokat valamilyen szinten föleleveníteni. Például a Tardoskeddi kopogtatót, ez egy ilyen karácsonyhoz kapcsolódó műsor, aztán a pünkösdőlőket pünköst kapcsán mesemondó versenyünk van, az is lesz az idén március végén, és hát ott sajnos már a beszédünk nem az az igazi ízes, mint a fenti gyerekeké, a szlovákiai gyerekeké, de ettől függetlenül, mint anyag, mint néprajzi egység, a felvidéki meséket összegyűjtöttük, könyvekben van, és azokat adjuk tovább. A mai napra készültem egy olyannal, hogy több szakácskönyv készült el az elmúlt évben felvidéken, például Tardoskedden, Alsószeliben, és még lehet, hogy másutt is, és ennek kapcsán szeretném majd felhívni a tagság figyelmét, hogy aki amilyen egyéb otthoni receptet még tud, az legyen szíves és adja tovább nekünk. Ha már össze van gyűjtve, már az is egy dolog, mert hogyha valaki valamikor hozzá akar nyúlni, akkor van miből merítkeznie.